Jó estét kívánok, Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. A jövőbeni életpálya kiválasztásában segít az Edu Expo. Hogyan tovább a szlovák nyelv oktatásával? Csát, Lányi és Kosztolányi műveiben gyönyörködhetett a nagy érdemű. Híreink bővebben. Több mint 400 végzős középiskolás vett részt az idei zentai Edu Expo kiállításon. A program célja, hogy részletesen megismertesse a fiatalokkal a magyar nyelvű felsőoktatási továbbtanulási lehetőségeket. Stresszes időszak ez a végzős középiskolások számára. Pár éve én is ebben a helyzetben voltam. Sok döntést kell meghozni. Pályát kell választani, eldönteni, hogy külföldön vagy otthon tanulunk tovább. A mai diákoknak nagy segítség az Edu Expo kiállítás, hiszen minden kérdésükre megkaphatják a választ. A 18 éves Álmos Iván kitűnő tanuló. Tanulmányait Szerbiában szeretné folytatni. Így tervezi a jövőjét, így a szerb nyelvet is szeretné magas szinten elsajátítani. Terveim szerint Újvidéken szeretném folytatni a tanulmányaimat, de még nem döntöttem el, hogy pontosan melyik egyetemen. Tervben van a Jogtudományi Egyetem, vagy esetleg a Földrajz és Turisztikai Tanszék beírása. Nem minden diák számára könnyű a választás. Ha el is döntötték, hogy mely szakot szeretnék, még számos kétség merülhet fel. Pap Dávid számára az Edu Expo nagy segítség ebben. Gondolkozok belföldön és külföldön is egyaránt. A média és kommunikáció szak tetszett meg a legjobban, de még mindenre nyitott vagyok, azért vagyok most itt. Az idei zentai kiállításon több mint 400 diák vett részt, zentáról, csókáról és adáról. A diákok forgószínpadszerűen kis csoportokban tudták megtekinteni a kiállítók standjait. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei kiállítást már nem csak az online térben tudjuk megrendezni, hanem újra, tehát mivel ez az 5. Edu Expo, ezért ismét személyesen tudjuk fogadni a diákokat. A kiállítók, a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, az Újvidéki Egyetem Bölcsésztudományi Kara, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és az Újvidéki Művészeti Akadémia. Emellett bemutatkoztak a diákszövetségek, kollégiumok, valamint a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programjairól is tájékozhattak a résztvevők. A sokszínű kiállítás egyik célja, hogy a tanulók szerbiai felsőoktatási intézményekben tanuljanak tovább, ezzel csökkentve az elvándorlást. Azzal a céllal indult, hogy minél több tájékoztatást, információt nyújtsunk a végzős diákoknak, ahhoz, hogy itt Vajdaságban, a felsőoktatási intézményekben megtalálják helyüket, és megtalálják azokat az irányzatokat, azokat a karokat, az egyetemeket, amelyeket majd szívesen tanulnak, és amelyet valójában életpályának választanak. A zentei állomás mellett Szabadkán is megtartották a kiállítást, így több mint 800 érettségiző kaphatott betekintést a magyar nyelvű felsőoktatási intézmények programjába. A szlovák nyelv oktatásának módszertana már a legfelsőbb állami szintereken is a szóbeszéd tárgyát képezi. A lényeg, hogy a gyermek szeresse a szlovák nyelvet. Ebben a legtöbben egyetértenek. Az, hogy a szlovákiai magyar oktatásban a szlovák nyelvet idegen nyelvként kell tanítani, már elfogadott tény. A kérdés azonban az, hogy erre a feladatra felkészültek-e a pedagógusok, befogadó-e a szlovák többség az államnyelv idegenesítésével szemben, és persze az is, hogy a gyermekek mennyire nyitottak a nyelvtanulásra. A lényeg az, hogy a gyermek szeresse a szlovák nyelvet, ebben a legtöbben egyetértenek. A Komáromi Eötvös utcai alapiskolában a jelszó a játékosság. Rengeteg a segédeszköz, nincs olvasmánymagoltatás. Vers tanulás persze van, de az is nagyon játékosan zajlik, és rengeteg a szimulált szituáció. Nagyon sokszor bevezetjük az élménypedagógiai módszerét, tehát az azt jelenti, ha például zöldségekről, gyümölcsökről tanulunk, kiviszik őket a kispiacra, és ott vásárolunk velük. Nagyon nyitottak, nagyon szeretik, és ami a tapasztalat az előző 2 évből, hogy elsőként jelölik meg a szlovák nyelvet legkedvesebb tantárgyként. Tehát szerintem ez megmutat mindent. Illetve a szülők felől is nagyon jó visszajelzések jönnek. Ebben az iskolában már az alsó tagozaton is csak olyan tanár taníthat szlovákot, aki azt szívből szereti, nagyszerűen tudja és érti,
mivel a vezetőség meggyőződése az, hogy ez a hiteles nyelvtanítás kulcsa. Én úgy gondolom, hogy a szlovák nyelv oktatása, minőségi oktatása egy óriási lehetőség, és azt szerettem volna kihasználni. Tehát több szempontból is, egyik szempont az, hogy be szeretnénk bizonyítani azt, hogy magyar iskolából is mennek olyan diákok, akik a szlovák nyelvet nagyon jól tudják. Másik pedig az, hogy szeretném azt, hogyha azok a magyar szülők, akik szlovák alapiskolába tervezik tovább a gyereküket vinni, azok ezáltal megváltoztatják a döntésüket, és akkor elhozzák hozzánk, és így a magyar iskolába tanulhat tovább a diák. A felső tagozaton tanít Kovács Klaudia, aki nemrég még Szabó Krizsan Andreával együtt a Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa volt. Az volt a feladatuk, hogy kitalálják, megalkossák, alaposan és gyakorlatba átültethető módon kidolgozzák azt a tervezetet, mely szerint igazán jelentős sikereket lehet elérni a magyar iskolákban. Nagyon fontos, hogy kommunikációra építsük az óráinkat, és kell szimulálni olyan szituációkat, ahol a gyereket meg kell szólítani, minden gyereket, nem csak azt a aktív gyereket, és a legfontosabb az, hogy sikerélménye legyen. Sikerélménye legyen annak a gyereknek is, aki nem beszéli annyira azt a nyelvet. Mindenképpen az oktatásnál fontos, hogy didaktikai segédeszközöket használjunk. Gyerekek szeretnek játszani. Már valamit, ha manuálisan meg tud fogni az órán, őtet már vezényeli arra, hogy dolgozzon, hogy aktív legyen. Valamikor az oktatás úgy zajlott, hogy a gyermek csak egy passzív objektuma volt a oktatásnak, és a célunk, mi célunk, arra figyelünk oda, hogy ha szlovákot tanítunk, akkor a gyerek egy aktív részese legyen a oktatásnak. Szőkül István a Pedagógiai Módszertani Központ igazgatója úgy véli, még mindig sok tanár magoltat, és az is igaz, hogy sok esetben maga a tanár sem tudja igazán tanítani az államnyelvet. Nincs hozzá érzelmi kötődése, hiszen valószínűleg igazán kevesen választották a szlovák nyelvért az alsó tagozatos pedagógiát diplomás szakjukként. 6 éve tart az a projektjük, amely a hiányosságok kimutatását tűzte ki célul a szlovák nyelvoktatásban. Vannak nagyon jó tankönyveink is már most, a tanár kiválaszthatja magának azt, hogy milyen tankönyvből tanít már most, kiválaszthatja azt, milyen segédeszközöket fog használni, de viszont ha valaki nem magabiztos a szlovák nyelvbe, akkor mi nyújthatunk bármit. És én a projekt által ezt vettem észre, hogy hiába mi megadjuk a kész módszert alapokat, hiába mi megadjuk a segédeszközöket, hogy ezekből lehet tanítani, hiába mi adunk egy úgynevezett tervet arra, hogy hogy csinálja, vagy hogy vezesse le 45 perces órát, hogyha a tanár vagy a tanító a zsigereiből nem szereti azt a nyelvet. Nem akarom az egész problémát csak a tanítókra és a tanárokra ráhárítani. Ugyebár azért a magyaroknak és a szlovákoknak még van azért egy történelmük. És otthonról is azért hozunk egy típusú gondolkodást. A másik nagy csomagot viszont én ehhez írom. Tehát nagyon sok szülő, ezt a tanárok szoknak panaszkodni, saját magunkra a szülő bejön és azt mondja, hogy ő neki adhat a gyereke 4-es, őt az nem érdekli, ő sem tudta a szlovákot, a mai napig nem tudja a szlovákot, és itt van. A kommunikációs, szituációs játékokra és a rengeteg szerepjátékra épített Skabela-Bóna módszer megalkotói újra megjelentették az átszerkesztett tankönyveiket, és a segédeszköztár is frissült. Az élőképek Zsivé Obrászki termékcsalád iránt egyre több iskola érdeklődik. Nagyon fontos először is a pedagógusnak a személyisége, a környezet, hogy a tanulók milyen környezetben vannak. Nem csak leülök 45 percre az osztályba, hanem szabad teret kapnak, és ők saját maguk aktív részesei az órának. Ez a legfontosabb. A segédeszközök, hát és aki hajlandó készíteni önmagának segédeszközöket. Nincs elsőben házi feladat. Tehát nem agoltassuk a gyerekkel azt a verset, azt a mesét, majd annyiszor fogják ismételni az iskolába, hogy mindenki első osztály évvégére meg fogja tanulni. Tény, hogy a szlovák nyelvoktatás reformja már igencsak időszerű volt, de a most elfogadott törvény, mely etéren az idegen nyelvoktatás módszertanát foganatosítja, csak akkor válhat igazán hasznossá, ha a gyakorlat is leköveti majd. Azt ugyanis senki nem vitatja, hogy Szlovákiában az államnyelv jó vagy tökéletes ismerete tőkét jelent. Lányi, csáti és kosztolányi műveket hallhattak az érdeklődők a Szabadkai Városháza dísztermében. A közönség Csát Géza zeneműveit és Lányi Ernő zongora műveit Vonos 4-es előadásában hallhatta.
A zenei est fellépői a Szabadkai Zeneiskola tanárai és a Garden Quartet tagjai voltak. Szűcs Dávid nagybőgőn adott elő szóló darabokat, de a vonós négyessel is fellépett. Lányi Ernő, Elégia, ez egy kvintet lesz, de ezek zongora átiratok. Ezt a kvintetet adjuk elő, a Garden Quartet plusz én, aki nagybőgőn fogom játszani, valamint játszok egy szóló dalt is, ez Csáb Gézának a Paraszt dala, ami hegedűre volt írva, hegedű zongora kísérette, és ezt is így átírta György, és így előadtuk. És az volt az érdekessége, hogy én őszintén megmondva, én nem tudtam, hogy Csát írt műveket, akár hegedűre, és meg kell, hogy mondjam, hogy teljesen érdekes. Zsiga Pál, a Garden Quartet tagja hegedűvel lépett színpadra. Pár évvel ezelőtt még nem is tudtam, hogy ilyen nagy zeneszerzőink voltak itt Szabadkán, úgyhogy nagyon szeretem a romantikus és az impressionista művészeket, illetve zeneszerzőket, és ma este, amit a kedves közönségünk hallani fog, az abból a korszakból van. Szóval Szabadkának a 20. század elejének az a kulturális élete, illetve drámája és öröme, ami itten ma este el fog hangzani. A koncert a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület egyik szakosztálya, a Hang Klasszikus Zenei Társulat szervezésében valósult meg. Németh György, a társulat elnöke zongorán adott elő műveket. A cél az volt, hogy bemutassuk Lányi Ernő művészetét, amit már igazából ismer a szabadkai közönség, viszont kuriózumnak számít az, hogy Csád Gézának zeneművei vannak, amiket ő írt, és ebből is hallhat a közönség. Ami érdekességként szolgál a századforduló Szabadkájának három meghatározó művészéről, hogy mindhárman jó kapcsolatot ápoltak egymással, és gyakran vendégeskedtek is egymásnál. Az ő műveikből hallatott a közönség szólódarabokat, hegedűre, csellóra és nagybőgőre, de vonós kvartettek is megszólaltak Kosztolányi verseivel színesítve. A nyár legnagyobb szlovákiai magyar fesztivál szervezőinek célja újra a fejlődési és növekedési pályára állítani a gombaszögi nyári tábort. Már a dátumot is kitűzték. A gombaszögi nyári tábor szervezői abban bíznak, hogy a nyár legnagyobb szlovákiai magyar fesztiválja 2022-ben már zavartalanul valósulhat meg. 2022-ben július 12-e és 17-e között számít az érdeklődők figyelmére a közéleti, könnyed, kulturális közösségépítő előadásokkal és foglalkozásokkal, nagyívű zenei produkciókkal és vidám találkozásokkal tarkított szűk egy hét. 2022-ben három kemping helyszínen várjuk a fesztiválozókat, a szokásos Andrássy és Bebek kemping mellett megnyitjuk a C, vagyis Coburg kempinget is. És újdonság, hogy a Bebek kemping az átalakul silent, vagyis csendes kempingé. Ide azokat a fesztiválozókat várjuk, akik szeretnék csendben kipihenni a fesztivál fáradalmait, illetve a családosokat, akik kisgyermekkel érkeznek a fesztiválra. Már árusítják a kedvezményes karácsonyi jegyeket. December 24-éig a legolcsóbb a heti jegy, mindössze 55 euró. Persze idén is van olyan járás, amely lakosai elég, ha regisztrálnak. 10 éves hagyomány, hogy mindig kijelölünk egy járást, amelynek a lakói ingyen vehetnek részt a fesztiválon. Az országban 17 járásban élnek magyarok. És az elmúlt években volt, hogy kisebb járásokat összevontunk, idén viszont egy nagyobb járást választottunk, ami közel van a fesztiválhoz is, és rengetegen járnak, rengetegen látogatják onnan a fesztivált, és ez a járás nem más, mint a Rimaszombati járás. Magyar
A szervezők rendületlenül hiszik, hogy nyáron már teljes fesztiválgőzzel haladhatnak a kitaposott úton. Rengeteg fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. Új faházak épültek, a régiek megújultak, lett új kapu és csinosodtak a rendezvényhelyszínek is a gombaszögi völgyben, mely egyre számon tartottabb turisztikai célpont, és nem csak nyáron. A folyamatos lépcsőzetes előrehaladás egy olyan motiváló erő is, amivel az ember mindig tud egy kis erőt gyűjteni ahhoz, hogy na, ez most kész van, nagyon szép lett, nagyon jó lett, megérte érte dolgozni, és akkor mehetünk tovább egy következő lépcsőfokra. Ugyanakkor a gombaszögiek kemény magja nem csak a fesztivál helyszínén munkálkodik. Gyakorlatilag mozgalommá nőtt ki az egész Szlovákiát átszövő műemlék és műemléképületmentő ténykedésük. Három jegyzett műemlék van az egyesület birtokában, ezeken és még további öt helyszínen aktívan munkálkodnak feltáráson, kutatáson, tatarozáson. Egy olyan országban élünk, ahol a műemléképületek, ahol úgymond a történelmi múlt egy harmada tűnt el a rendszerváltás óta, több ezer objektumról beszélünk. Annak ellenére, hogy Gombaszög UNESCO-s világörökségi helyszín, hajdanán öt műemléképület is volt ott, nem volt egyáltalán vele törődve. Egy sajnos megsemmisült, és ennek a szomorú ténynek a nyomán határoztuk el magunkat, hogy legalább akkor a többit most már mentsük meg az utókornak, és hát ilyetén mi három ingatlant kezelünk, a gombaszögi kúriát, a pálos kolostor templomot és a pálos kolostorromot. A feltárásokba igyekeznek külső forrásokat is becsatornázni, az eredmények pedig önmagukért beszélnek. A kassai magyar főkonzulátus támogatásával jelenleg zajlik az idén 650 éves kolostor romjainak a konzerválása. Uniós forrás bevonásával egyesületi múzeumot hozunk létre az Andrássy kúria épületébe, ahol be fogjuk mutatni annak a több ezer darabos leletanyagnak a legszebb darabjait, amit a kolostor területén föltártunk, tehát lesz ott egy állandó tárlat középkori tematikára. Az úgymond takaréklángon megvalósított 2021-es gombaszögi nyári tábornak is volt 3300 egyedi látogatója, ami az összlátogatottsági mutatót 10 000 fölé tolta. Remélik a szervezők, hogy a 2022-es nyár már igazán zavartalan lesz, és ezért, ami rajtuk múlik, azt megteszik. A karácsonyi jegyár december 24-éig érvényes, a heti bérlet 55 euró, de csak szenteste éjfélig. Önkéntes véradási akciót szerveztek Horgoson. A Művészetek Házban 39 polgár döntött úgy, hogy részt vesz az akción. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt és a Szabadkai Transzfúziós Szolgálat ebben az évben az utolsó véradási akcióját szervezte meg Horgoson. 2009 óta adok vért. Hát most én úgy érzem, hogy talán, hogyha egyszer valakinek tudok segíteni, már az megérte. Dávid József középiskolában adott először vért, azóta igyekszik minden véradási akción részt venni. Véleménye szerint kevés az új véradó, inkább az idősebb korosztály az, akik jelen vannak az ilyen akciókon. Én úgy látom, hogy azért a fiatalokból kevés, inkább a 40 év fölötti, vagy inkább az 50 év fölötti korosztály, aki inkább itt megtalálható ezeken a véradásokon, úgyhogy én, hogyha lehet, akkor biztatnám a fiatalokat, hogy hajrá, jöjjenek, adjanak vért. A véradási akciókra az idejében is nagy hatással volt a koronavírus járvány. A véradók közül is sokan megbetegedtek, így nem tudtak jelen lenni egy-egy akción. Az idősebb generáció az ugye 65 évig lehet vért adni, esetleg már abban a korban azért betegségek is van, mikor előjönnek, megjelennek, és hát ahogy fogynak az idősek, úgy kellene, hogy föltöltődjönek. Hát nagyon félünk, ugye, hogy a fiatalok, akik nincsenek itt, azok hiányoznak, de hát még mindig mindent megtettünk, és hát reméljük, hogy sikerül a szükséges mennyiséget biztosítani a betegeknek. Elindult a cipősdoboz akció Felvidéken. A részletek következnek. Elindult a cipős doboz akció. A Magyarországi Baptista Szeretett Szolgálat szervezésében idén negyedik alkalommal gyűjtik a karácsonyi ajándékokat Felvidéken is.
Bodnár Melinda elsők között töltötte meg a dobozokat, családjával egész éven gyűjtögetik az ajándékokat a rászoruló gyermekeknek. Szeretnék nagyon sok gyereknek örömet okozni, örülünk, hogyha tudunk adni. Januártól már elkezdjük mindig újra gyűjteni, van egy szekrényünk, amit erre használunk direkt. Ruhácskák, kis cipők, játékok, baba, fürdetők, mikor pelus, mikor mit teszünk bele. Ez a család személyesen Bálint Stefániának, a cipős doboz akció felvidéki jószolgálati nagykövetének adta át az ajándékokat, de országszerte számos gyűjtőpontot alakítottak ki üzletekben és tanintézményekben. Már tavaly is megkaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy gyűjtőpontot alakítsak ki az üzletemben. Nagy örömmel vállaltam, mert úgy gondolom, hogy az adventi időszaknak az egyik kiemelt eseménye az, amikor az emberek azokra gondolnak, akik rászorulnak, különösen a gyerekekre, hiszen ők azok, akik leginkább megérdemlik a reményt a jövőt illetően, még akkor is, hogyha nélkülöznek, még akkor is, hogyha kevésbé jó családban élnek. A dolog másik oldala pedig az, hogy ennek az akciónak köszönhetően kialakul az emberekben egyfajta ajándékozási kultúra. Egy boldog összetartozást is jelent. A kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola harmadik alkalommal kapcsolódott be az akcióba. Azért jött ez létre, hogy a gyerekeinket tulajdonképpen arra neveljük, szoktassuk, hogy adni jó, kapni is jó, de adni még jobb. És ilyenkor advent idején egész éven, de advent idején meg különösen ne csak magunkra gondoljunk, hanem másokra is, és osszuk meg azt, amink van, azokkal, akiknek kevesebb van. Nagyon szépen köszönöm, aranyos vagy! Ide is megérkeztek már az első csomagok. Szerintem ez egy eléggé fontos akció, mivel vannak olyanok, akik karácsonykor nem biztos, hogy ajándékhoz jutnak, vagy egyszerűen nincs rá pénz, keret, stb. És én azért hoztam egy kis iskolai tanszert, meg egy gyerekjátékot, hogy hát ha meglegyen ez a szükségszerű dolgok is, meg a karácsonyi úgymond játék is, akinek szüksége van rá. Az adományok idén két kelet-szlovákiai gyermekotthonba kerülnek. Nagykaposon van az ország legnagyobb ilyen jellegű szociális intézete, ahol 178 gyermek lakik. Bálint Stefánia és csapata az előző években is idehozta a karácsonyi csomagokat. Mivel olyan gyerekek kerülnek ide, akinek a szociális helyzete nagyon problémás, nehéz megoldani az életsorukat, és minden kicsiny, apró segítséget szívesen fogadunk, és nagyon örülünk ennek a támogatásnak, már negyedik éve lényegében működünk együtt. Nagyon örülnek a csomagoknak, azt látni kellene akkor, mikor csomagolják ki, hogy milyen egy öröm, megható nekünk is, az alkalmazottaknak, mikor látjuk, hogy minden kis dolognak úgy meg tudnak örülni, és örülök neki, hogy értékelik az ilyen támogatást. A Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat által 2018-ban került a jótékonysági akció a felvidékre. Akkor, amikor ezzel az akcióval elkezdtem foglalkozni, nem volt számomra a jótékonyság egyáltalán egy idegen terület, mivel mi a családon belül már egyébként is jótékonykodással foglalkoztunk, csak kicsit ilyen privátabb, magánabb úton. Most ez az akció az arra jó, hogy a helyi embereket is bele tudjuk vonni az egészbe, és akár nagyobb kaliberrel tudjunk segíteni az itteni rászorulókon. Minden évben 200-300, sőt 300-on felül is gyűjtöttünk már dobozokat, ami azt jelenti, hogy minden doboz egy-egy gyereknek segít, ami ugye nagyon nagy számít felvidéken. Az ajándékokkal teli cipős dobozokat december 19-ig gyűjtik. Két éves kihagyás után újra megszervezték a karácsonyi vásárt Bajsán. A több mint 10 éves jótékonysági rendezvényen egyebek mellett élelmiszereket, dísztárgyakat, ruhaneműket és könyveket is vásárolhattak a jótékonykodni vágyók. Karácsonyi sütemények, játékok, hímzett terítők. Csak néhány dolog azok közül a tárgyak közül, amelyekből a karácsonyi vásárra érkezők válogathattak. Nagyon sok szép dolog van itt, úgyhogy az ember igazából nem is nagyon tud választani, de elsősorban a kisonokáknak, ugye itt a karácsony, és akkor nagy örömük ebbe lelik a játékokba. Hivarcsik Gizella élelmiszert, házi tésztát és naptárt is vásárolt az eseményen. Kis közösség, eleve kevés pénz is jön össze. Elsősorban társalkozunk, másodszorban pedig ezt a pénzt mindig valami jóra fordítsuk.
Az évek alatt számos dologra gyűjtött pénzt a közösség. Korábban egy nagyobb összeggel a templomharangot újították fel. Tavaly vettünk porszívót az egyháznak, ilyen vízforralót, amire szüksége van utoljára az lett. Hát előbb mégis, ha valamit javítottak a templomon, akkor mi mindig oda adjuk a nagyobb részepést. Mi azért dolgozunk, hogy legyen mit, ezzel tudjuk segíteni, mert ez sok kicsi sokra megy, és akkor ki hogy bírja, ki mit bír, azt csinálja. A vásárból befolyt összeget a templom tornyának felújítási munkálataira fordítaná a közösség, ugyanis 2023-ban lesz az épület 200 éves, és szeretnék, ha addigra megújulhatna az épület tornya. Ennyi fért mai adásunkba, várom önöket a jövő héten is itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!